mostanában olyan feladatot kaptam, hogy gyerekeknek kell földrajz vagy énekórát tartani, vagy ének vagy földrajzórát. Mert hogy nagyon izgalmas körbejárni az országot azokkal a népdalokkal, amelyekben helységek, vidékek, hegyek, völgyek, tavak, folyók szerepelnek. Olyan feladatom volt, és azt csináltam is a gyerekekkel, nagy örömmel jártuk be az országot, határon innen és túl, kezdtük ott, hogy Tiszán innen, Dunán túl, próbáltuk a gyerekekkel megfejteni, hogy hol lehet ez, nem is tudom igazából meg lehet-e, lehet, hogy ha valaki a Dunán túlon áll, akkor a Duna-Tisza közé lehet esetleg ez a hely, bár valószínűleg nem úgy helyet jelölt, hanem egy nagyobb vidéket, úgy, ahogy a mesét is szoktuk kezdeni, hogy egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl. No, így jártuk be az országot, és ennek kapcsán jutott eszembe valami történet, amit gyorsan el szeretném most mondani. Kint jártam a nyírbélteki pávakörnél, nyírbéltek Szakmár kis faluja, és Nyírség kis falvacskája, és ott a próba után valaki megkérdezte tőlem, hogy ugyan tanár, mondja már meg nekem, hogy a kispiricsi falu végén, ugye Nyírbéltektől északra 9 kilométerre van egy falu, Pirice, Szatmári kis falu, és kérdezték, hogy ugyanúgy a kispiricsi falu végén az odavaló népdal, az biztos arról szól. Hát én megmondom őszintén hirtelenkiben, nem tudtam válaszolni, ígértem, hogy utána nézek, és elkezdett izgatni engem ez a dolog, hogy valóban akkor ez a népdalunk a kispiricsi falu végén mindnyájan tudjuk. Kispiricsi, hogy? Kispiricsi falu végén, hogy ide akar állni, elém az egy kis angyalom, ha várja az anyád is. Cím, cím, cilárom, bevetek a virágom, cím, cím, cilárom, bevetek a virágom. Mind megitták a pálinkát, nem tudtak hazamenni, kispiricsi falu végén kocsit kellett fogadni, cím, cím, cilárom, kutakodni utána, hogy valóban hol gyűjtötték, hol vannak variánsak ennek a dallamnak. Azt kellett tapasztalnom, hogy egyetlen dallamban a Magyar Tudományos Akadémia Népzenek Kutatók csoportjában, ami ezzel a szöveggel létezik, és ezt 1930-as években Schneider Lajos gyűjtötte, a mohácsiaknak ezt tudnia kell, mert hogy Mohácson gyűjtötte. Ujjjj, hát hogy lehet ez akkor? Egyetlen adat Mohácson. Lehet ez a Pirice községről való? Hát persze a piricseiek, ügyesek, már a második fesztivált tartják nyáron, úgy hívják, hogy Kanális Fesztivál. Mert ők pont azt mondják, hogy ez a dal pedig ide való, és Kanális Fesztivált szerveznek. No, azt gondoltam, talán az lehet, hogy fölgyűjtött a 30-as években Schneider Lajos Mohácson ezt a dalat. Hát ha ez akkori ember, hát ha piricsei születésű volt, talán ez is lehetne valami, de semmi nem másodokat nem találtam. De aztán azért nem nyugodtam bele, kutakodtam tovább. Kanásztánc dallam, jellegzetes kanásztánc dallamunk. Elkezdtem a magyar népzene tárába kutakodni, és valahol találtam valami pici nyomot. Ez a nyom pedig az volt, hogy már a más dallamok, variánsok voltak, nem ezzel a szöveggel, de találtam a magyar népzene tárában két régi dallamot, az 1800-as években már megjelent, más szöveggel megjelent ez a dallam, akár Pálóczi Horváth Ádámnál is, akár Bartolus István nagy gyűjteményében, és akkor döbbentem rá, a dallam szövege az volt, hogy Kispiriti, vagy Kispiriti. Hát akkor elkezdtem a térképen bújni. És megtaláltam ezt a falut, Celdömölktől délre, van itt olyan falu, hogy Pirit, Kispirit és Nagy Pirit. Nem tudom, hogy a piritiek tudnak-e róla, majd el fogom mondani, valahogy megüzenem, hát tudják róla. Minden esetre ez világossá vált bennem, hogy ez a dal valóban
ott, ami, mert egyébként Pilicsén nincs kicsi meg nagy része a falunak, itt viszont van, Celdönöktől délre, van egy két, van egy falu, Kis Pirit és Nagy Pirit. Hát nyilvánvalóan erről szólhat a dal, hogy aztán ez hogy született, ez már bizonyára rejtély, egy picit többet tudtam. Na hát, a földrajzzal kapcsolatban ez jutott eszembe, és azt gondoltam, hogy hát, ha elmondom, mert annyira új élmény bennem, érdekes kalandozásokat lehet akár ilyen módon is csinálni. Persze a dalok nagy része valamilyen faluba két úton kell bemenni, az igazán ne hittje senki, hogy az abban a faluba gyűjtötték biztosan, meg hát, mert hát melyik faluba nem két úton kell bemenni. Azt hiszem a legtöbben. Erről, meg arról. De lehet, hogy a zsűri még mindig dolgozik, és dolgozik még? Akkor nekem is van valami házi feladatom, mert hogy ma este valóban Vas Lajosra emlékszünk, és itt van nálam, illetőleg a papíron, 1969. november 23-án volt hevesen a negyedik elődöntő az akkori Páva versenynek, és van itt egy ilyen dal, Derül borulni a Tisza árnyunk. Hát ez is sok helyen lehetett. Azt kérem, hogy lapozzuk föl, ez egy... Ugyan kislány, mi a
angyalunk, Isten hozzá. Jó, és hogy ne ilyen búcsúzó nótával zárjunk, és még csak valamiféle feszesen, vidámabb dal jöjjön, Károly, vedd át akkor a szót, hangot. Köszönöm szépen!